A számokat mind a mai napig hallgatom rendszeresen. A filmet ritkán nézem meg, főleg azért, mert nagyon-nagyon-nagyon rossz. Az egész nem vicces, nem jó, színészi játék kriminális. Ezért nem szívesen nézem. Aha. Nézem meg. Ez az, amit ez egy nagyon veszélyes kérdés, és nem hiszem, hogy kielégítő választ tudok adni. Én híresen és kitartóan katasztrofális vagyok az érzelmei megfogalmazásában. Sziasztok, én Julcsi vagyok, és üdvözöllek benneteket az Életem sorozata legújabb epizódjában. Ez egy olyan videósorozat, amit az HBO Magyarországgal együttműködésben kezdtem el, és ez már a harmadik epizód lesz. Mostanában az HBO-n én sorozatok közül a Bezzegszülőt szeretem a legjobban, vagyis Breeders a címe angolul. Ezt egy skip intro epizód miatt kezdtem el nézni, és nagyon-nagyon szeretem, szerintem baromi vicces. Két másik dolog, az egyik, amit szeretnék megnézni, és nemrég került fel, az ember, akit Ottónak hívnak, ez Tom Hanksnek a viszonylag még újnak számító filmje, ezt még nem láttam, de nagyon-nagyon szeretném megnézni, és a hétvégén a mai témákhoz kapcsolódóan egy kicsit, és közben mégsem, de valahogy mégis, elkezdtem nézni egy dokumentumfilmet, ami a Bling Ringről szól, nem tudom, emlékeztek-e a 2000-es évek elején, volt egy csapat fiatal, akik hollywoodi sztárok otthonaiba törtek be, és felpróbálták a ruháikat, megloptak tőlük ilyen jellegű dolgokat, és az állítólagos banda vezérről szól, az ő szemszögéből van elmesélve, aki eddig nem nagyon szólalt meg. Szóval egy kicsit visszahozta a fiatalságomat, és nagyon szeretek néha megnézni egy-egy ilyesmi dokumentumfilmet, amiben egyébként elég erős az HBO Max, úgyhogy ajánlom, hogyha ilyen irányú érdeklődésetek van, akkor mindenképp nézzetek körül ott. A mai vendégem Szirmai Gergő, akit nem is tudom, hogy milyen okból hívtam meg, egyrészt ismerjük egymást személyesen jó pár éve, de nem ismerjük egymást nagyon mélyen, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy a srác, aki filmkritikákról híres, és akinek ez a munkája, hogy ezeket csinálja, nagyon szórakoztató, nagyon ért hozzá, ő vajon mit választ élete sorozatának és élete filmjének, és az a helyzet, hogy Gergő eléggé meglepett a választásával. Egy kicsit féltem is még ettől a mai forgatástól, hogy fogunk lelkizni ezekről a címekről, mert nekem egy fontos része ennek a videósorozatnak, hogy itt a kanapén bármiről lehet beszélgetni, de szeretném, hogyha az emberek kinyílnának és elmesélnék, hogy egy-egy film vagy sorozat hogyan szólította meg őket annyira, mint semmi más. Úgyhogy Gergő választásai izgalmasak minden esetre, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy fantasztikusan jó beszélgetés lett a végére, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Szóval Gergő, a legfontosabb kérdésem hozzád az, hogy miért? Miért melyik? Mert kettőt is választottam. Kettőt is választottam. Mivel szeretnéd kezdeni? A sorozatot választottad igazából, csak megkértelek, hogy esetleg, ha mégis tudsz egy filmet, akkor... Igen, a következő az oka ennek. Ugye azt kérdezted, hogy válaszok egy olyan sorozatot vagy filmet, ami meghatározta az életemet, és akkor ilyen szempontból tradicionálisabb férfi vagyok annál, hogy így a lelkembe turkálják, hogy melyik volt az a pillanat, ami megérintett, ahol magamhoz öleltem a lelkem, és együtt sírtuk át az éjszakát. Arra gondoltam automatikusan, hogy mi volt az a kulturális meg szociális dolog, ami meghatározott. És itt ugye vissza kell nyúlni az embernek a tinédzser korába, mert javarészt a személyiségednek egy jelentős meghatározó része az ott alakul ki, még ha utána változol, érsz, felnősz, stb. Vannak olyan alap kulturális tulajdonságok, amit abban az érzékeny időszakban saját az ember. Nekem ez a Jackass volt. A Jackass volt a 2000-es évek elején, amikor én a teenager korom közepén jártam. Akkor volt ez a meghatározó televíziós jelenség és kulturális sarokpont, és ez engem nagyon-nagyon eltalált, és nagyon sok szempontból meghatározott a munkámat is mind a mai napig. Aha. A másik dolog a Space Jam, ami kicsit korábbra nyúlik vissza.
De az még gyerekkoromban Amúgy talált 3 év el. a különbség a kettő között, az megvan? A megjelenésük között talán, de amikor én Ja, találkoztam nyilván, bele, az igen, aha, később. azt értem. Tehát a Space Jam az még egy gyerekkorom vége felé talált el, és az pedig a Amerikával kialakított kapcsolatomat határozta meg, ami viszont mind a mai napig egy az egyben a sarokpontja az én személyiségemnek. Én egy nagyon amerikai beállítottságú ember vagyok, gondolkodású felnőtt vagyok, és lelkesedésű individuum vagyok. Szóval nagyon hangos, nagyon sarkos, nagyon nagyon indokolatlanul lelkes amerikai virtust, ezt én nagyon szeretem. És az onnan jött, javarészt. Mert szerintem kezdjük a Space Jam-mel, csak hogy így Jó. időben úgy menjünk. Én megnéztem a Space Jam-et, mert szerettem volna így valamennyire otthon lenni. Azt mondtam neked, hogy a Jackass-t azt Azt nem nem kell, fog. azt majd én De előadom, igen. egyébként elkezdtem nézni a YouTube-on egy 1 óra 42 perces videót, és a harmadik percnél hagytam abba, amikor egy, hogy hívják azokat a WC-ket, ami így Ja, ki van toj-toj helyezve, és igen, és WC. akkor abba egy állt, és akkor így megfordították a... Igen, később ki Igen. is lőtték őket egy ilyen izével, egy krángépezete, nagyon jó volt. Ott mondtam azt, hogy nem, jó, értem a koncepciót, meg nyilván emlékeztem is rá, mert kb. Ugyanannyi idősek vagyunk, szóval láttam, hogy létezik ez a dolog, de én nem voltam fiú a 2000-es évek elején, szóval én nagyon kíváncsi leszek, hogy az milyen lesz is. Attól függetlenül, hogy a választásaid nagyon megleptek. Mert hogy te az ember, aki ért a filmekhez, sorozatokhoz, szereti őket, mit tudom én, Igen. választasz egy MTV reality, de bocsánat, nem ezzel kezdünk, szóval menjünk vissza a Space Jó, Jam-hez. menjünk vissza a Space Jam-hez. Na, tetszett. Mármint, hogy most megnéztem újra, és éreztem a vasárnap délutáni gyerekkoromat. Abszolút, szóval ezt tökéletesen aláírom. És megnéztem a videódat is, ami az új Space Jam-ről szólt, és abban mondtad, hogy az egy fos. Én nem is tudtam, hogy Nagyon van rossz ilyen volt, nagyon egyébként. rossz volt, igen. De ezt sem értékelted filmként különösebben jónak. Mit jelent Nem. számodra egyébként ez a film? Azon kívül, hogy nosztalgia és a gyerekkorod, meg az amerikai dolgok. Nem, javarészt ezt jelenti, az tagadhatatlan, hogy az első Space Jam is egy elég rossz film. De Michael Jordan, aki az én gyermekkori nagy hősöm, ő egy borzasztó színész, és szegényt belerakni egy olyan szituációba, ahol nem létező emberekkel kellett dialógusokat véghez vinnie, az egy könyörtelen szörnyű dolog volt. Hogy mit jelent nekem, tehát nekem Michael Jordan volt a nagy példaképem, ami egy nagyon-nagyon nagy újdonságnak számított akkor, tehát Magyarországon a szüleimnek azt felfogni, hogy a gyereküknek egy afroamerikai ember a példaképe, az egy teljesen szürreális élmény volt. De ők még a vasfüggönyt döngették egy idő után mind a két oldalról, de tehát nekük ez elképzelhetetlen volt, hogy ez a kultúra ez olyan közel kerül hozzájuk, hogy a gyerekük az már példaképként tekint erre egy ilyen sportolóra. Na most ez egy tudatos döntés volt az én szüleimtől, hogy nagyon határozottan és rendszeresen találkoztassanak engem a nyugati kultúrával, mert sejtették, hogy a kommunizmus összeomlása után ez valószínűleg egy meghatározó jövőképet tud nekem adni. És ezért tanítottak angolra, mindig angolul néztem a rajzfilmeket, Wow, és akkoriban az még egy ilyen nagyon előre haladott gondolkodás volt. abszolút, abszolút, én angol óvodába jártam, amiből szerintem egy volt Budapesten. Tehát annyira ritka volt még ez, hogy ezt annyira komolyan veszik a szüleim, hogy nagyon sokat kellett keresni, de engem küldtek az Old McDonald's Head a Farmra minden vasárnap, mert ugye a gyerek tanuljon angolul, tehát hogy én azért beszélek anyanyelvi szinten angolul, mert nagyon közel kezdtem el tanulni az anyanyelvemet, meg az angolt. Na most e kapcsán a Space Jam az egy fontos dolog volt mindkét szívemnek, mert egyrészt ugye ez egy nagyon nyugati dolog volt, a Looney Tunes-t azt tudtam nézni, tehát azt kb. Vágtam, de hogy ez nyugati sport, nyugati értékek, stb. Az apámnak azért volt fontos, mert ő nagy kosaras volt, annak ellenére, hogy vak volt, mint semmi soha, és ilyen hatalmas szemüvegei voltak. Ő nagyon szeretett kosarazni, és akkor próbált megtalálni velem a közös hangot, és akkor jó van, a gyerek menjen nézzen kosaras filmet. Szóval ugye ebbe beletartozik az is, hogy nekem gyerekként nagyon rossz volt a kapcsolatom, meg nagyon hiányos volt a kapcsolatom az apámmal, és akkor láttam, hogy jó, a kosárlabda az valami, ez fizikai, stb. Azon keresztül talán két férfi, vagy kisfiú, meg egy férfi tud érintkezni, és akkor jó van, akkor engem is érdekelt a kosárlabda.
És akkor így mentem el erre a filmre, hogy én kosaras akarok lenni, meg hát a Looney Tunes az mennyire menő. És teljesen magamon kívül voltam attól a filmtől. Nem csak azért, mert ugye nagyon-nagyon jól eltalálta a gyerekek nyelvét. Aha, igen. Másrészt pedig a zene. A zene volt az, ami abszolút nem tudatalat, hanem teljesen tudatosan úgy megérintett, hogy nem igaz. Tehát, hogy én nekem a magyar zenében mind a mai napig nem létezik kapcsolatom. Azt hallottam, hogy van az Azaria. Azt hiszem két számát már hallottam, most mindenki nagyon örül, hogy mennyi jegyet elad, úgyhogy szerintem még két számát meghallgatom. Nulla kapcsolatom van a magyar zenével. Én nagyon hamar megszerettem a nyugati nótákat, azon belül is és a hip-hopot. Értetted is a dalszöveget? Szóval nem az a én korosztályom voltál, aki úgy üvöltötte ezeket a számokat, hogy fogalma nem volt, hogy mit mond. De mondjuk megvolt az, hogy én ezen a filmen keresztül a hip-hopba szerettem bele, és azt azért nagyon rohadt nehéz megérteni, de a I Believe I Can Fly például, amit sajnálatos módon az R. Kelly énekel, de azt még már akkor is tudtam nyűnyörögni. I Believe I Can Fly, úristen, a Monsters-nek a címdaluk, amik Snoop Dogg meg ilyenek voltak, szerelmes volt. Annyira jó volt a lüktetése, annyira kemény volt és határozott, hogy a frissen gyerek dalokról lejött Szirmai Gergely az sokkal, sokkal jobban élvezte. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon meghatározó dolog volt. Hogy ez sokféle fajta kulturális impulzus tartalmaz ez a film egy gyereknek, aki előtte nem találkozott a nyugati világgal. Úgyhogy akkor megvettem a Michael Jordan mest, és a anyám kiment Chicagóba, és elment egy meccsre valami, ami számomra örökké felfoghatatlan lesz, hogy ő ott ült a meccsen, és végignézte, úgyhogy egyáltalán leszarja a kosárlabdát. De hogy miattam ugye elment megnézni, én sose jutok már el, nyilván, de ő ott volt, végignézte, hozott Jordan mest, hozott kosárlabdát, wow. És akkor én azzal tudtam játszadozni. Jó, hát így már, igen, így jobban értem, hogy mennyit jelent ez neked. Hát ez minden. Én azért vagyok szerelmes ennyire az amerikaiban, azért látom őket ennyire tisztán, és azért szurkolok nekik ennyire, mert hogy ők a gyerekkorom, teljes mértékben. És képes vagy újra nézni ezt a filmet egyébként? Vagy így ott hagyod a kis VHS kazit a polcon, és azt mondod, hogy ez itt van jó helyen? A számokat mind a mai napig hallgatom rendszeresen. A filmet ritkán nézem meg, főleg azért, mert nagyon-nagyon-nagyon rossz. Tehát, hogy én nem hittem, hogy a világra szóló ikon és tehetség Bill Murray tud ennyire szar lenni, de nézhetetlenül kell. És a legdurvább, hogy a Looney Tunes se vicces. Akik megalapozták a rajzfilmen keresztül kommunikálható humor. Tehát, hogy az tényleg egy régi Looney Tunes nézel, zseniális poénok vannak benne. Ez ebben a filmben nem sikerült. Különböző okokból kifolyólag, de hogy nem kaptak megfelelő írókat. Az egész nem vicces, nem jó, színészi játék kriminális. Ezért nem szívesen nézem meg. Nem tudom, nekem amúgy a zene tűnt fel először, de nem egészen úgy, és azt már hallottam előtte, hogy mondtad, hogy szereted, és hogy volt benne néhány szám, amire így mondtam, hogy hú, ez így tényleg tök jó, de hogy annak a filmnek nagyon kevés olyan másodperce van, ami alatt nincs zene. Igen. És ezt én utálom. Tehát, igen, jó! Engem ez így manapság, én azt szeretem, amikor egy olyan tipikus film jelenetben, ahol például autós üldözés, vagy mit olyan, ahol mindig van zene, ha nincs zene, akkor én ülök, hogy szerintem jó, hogy mennyire izgi, hogy nincs zene, és nem próbálják azzal így feltuningolni az egészet. Úgyhogy nekem ez így zavart egy kicsit, de tisztában vagyok vele, hogy most leülni, megnézni egy 97-es filmet, ami amúgy sem egy magas művészeti alkotás, tehát így lesznek benne ilyen dolgok. Ó, abszolút. Hát plusz ugye ez segíti azt, hogy folyamatosan tolják az ingert. Tehát ez tényleg pici gyerekekre volt targetálva, és ezért tehát Minions is ugyanaz. A Minions filmeket soha is megnézem, nem láttam Minions filmet? Én többet láttam, mert ez a szakmám, és csak ezért, de a Minions filmeknek is az a lényege, hogy megállás nélkül inger. Tehát folyamatosan tolják a... Tehát tényleg olyan, mintha egy elefánt rohanna át egy porcelánbolton, megállás nélkül hang és vizuális és mindenféle inger. Amúgy én ezt nem értem, hogy ez miért kell. Még viszonylag friss az, hogy gyerekem van, de azt látom, hogy ő egy kavicsot is elnézeget, meg egy fűszálat, és tehát hogy miért kell az, hogy a gyerekeknek ilyen
ennyire durván sok ingert adjunk. Nekem ez nem logikus. Ez biztos vagyok benne, hogy egy biológus meg tudná mondani. Én nem is gondolom, hogy specifikusan pszichológus. De az én unokaöcsém az most 3 éves, és másodpercenként figyel más dologra. Uh-huh. Hát azért megdöbbentő lehet egy ilyen világba érkezni. Hogy az agyad úgy elkezdi kifejlődni, hogy kb. Ellátsz távolra, megérted a beszédet, meg ilyenek, és hirtelen minden információnak érdekes, tehát minden információ érdekessé válik. Jaj. És szerintem ez, tehát tudod, amikor kimész egy nagyon idegen kultúrába, amikor kimentem Mumbai-ba, akkor volt ilyen, hogy leszálltunk a gépből, kijöttünk a megállóból, és egyszerűen a szagok, a levegő, a beszéd, az emberek, az öltözködés, a színek, minden hirtelen annyira erőssé vált, valami ilyesmi lehet gyereknek lenni. Képzeld el, egyébként kimutatták, hogy mutatok egy ilyen képet, hogy gyerekkorodban, hogy mennyire kontrasztos és virulánsak voltak a színek, és most már minden mennyire fakó, hogy ez biológiailag a szemedben tényleg átalakul, igen, hogy a szemed nagyon-nagyon érzékeny, ugye gyerekként mindent nagyon kontrasztosan, nagyon virulensen látsz, és egy pár év alatt ugye elkopnak ezek a érzékelő sejtek, mert hozzászokik a szemed, hogy nézni kell. De ez pont, ez is ellene szól annak, hogy a gyerek műsoroknak ilyennek kell lennie, érted? Ez lehetne ilyen kis szép pasztales, és aztán a nyugdíjasoknak szóló filmek meg lehetnének az ilyen arcban megkóstolva. Na jó, de érted, hogy az agyadnak, az evolucionális feladata az agyadnak az, hogy minél több információ dolgozzon fel, hogy életben maradj, akkor, hogyha valami lassú, akkor azt mondja, jó, ezt értem, megyek tovább, mert meg kell értenem ezt is, azt is, amazt is, blablabla. Én legalábbis így látom. Ja. Na jó, még egy kicsit kanyarodjunk vissza az életed és a Space Jam kapcsolatára, jó? Én megígértem, hogy lelkizni fogunk, és egyébként már így is megtörtént, nem tudom, észrevetted, de mindegy. Uh-huh. A sportokhoz te, az neked hozta az életedbe, vagy tehát, hogy hogy állsz a sportokkal? Akkor hogy álltál? Most hogy állsz? Mit gondolsz, hogy mi az, amit úgy egyébként még hozzád tett esetleg ez a film? Mert azt mondtad, hogy akkor azt mondtad, hogy na, akkor kosaras leszek, igen. Akkor ez innen jött, nem fordítva. Abszolút, abszolút. Ez nagyon-nagyon szórakoztató. A szüleim elvétették azt a nagy hibát, és én imádom őket, anyámat specifikusan, nagyon-nagyon jól nevelt minket, és nagyon-nagyon kompetens szülőnek bizonyult. Viszont gyerekként elrontott azt a hatalmas hibát, hogy a tesóm volt az okos, én meg az erős. És ezt nem szabad csinálni, mert annak ellenére, hogy igaza volt, annak ellenére, hogy rohadtul igaza volt, ennek ellenére engem úgy pozícionált, hogy én egy sportember vagyok. Ez az a szó, amit legrégebben emlékszem, hogy rólam mondanak. Aha. Gergő egy sportember. És ezt fiatalon ugye azonnal integráltam a személyiségembe, mert próbáltam megtenni, hogy én ki is vagyok. Jó, akkor én sportember vagyok. Tehát ez így az identitásomnak egy nagyon-nagyon korai eleme, talán az első. És azért az amerikai filmekben a sportoló karakter az mindig egy ilyen menő arc volt. Abszolút. Ez is hozzátartozhatott? Nem feltétlenül. Én úgy éreztem, tehát hogy ebbe kapaszkodtam én, hogy akkor jó, akkor én erős vagyok, meg jó, akkor én sportolok. És ezért én nagyon-nagyon fiatalon már nagyon izmos voltam. Tehát, hogy nem úgy, mint a mai testépítők, hogy hanem, hogy túráztam, cserkész voltam, kosaraztam, aztán később gördeszkáztam, futottam, sieltem 4 évesen. Wow. Ami nagyon durva. De vannak képek róla, hogy kb. Még így billegek, és akkor megindítanak a hegyoldalon, és akkor üvöltem, hogy itt jön a síbaba. Wow. Itt jön a síbaba! És így mentem le, és akkor az anyám nagyon büszke volt, ezt mindig mesélték, hogy a többi gyerek rohadtul nem mert lemelni a lejtő, mert mi az Istenimnek, ugye a két agysejtemmel azt mondtam, hogy akkor menjünk, és akkor rám mutogattak, hogy nézd meg, ő se fél, és ez nagy büszkeség volt. Úgyhogy én mindent sportoltam örökké, nagyon fiatal koromban. Ezért van az, hogy mind a mai napig könnyen izmosodom, hogyha figyelek rá, sok minden sporthoz relatíve kompetensen értek, tehát hogy ez azért ez egy meghatározó emelet az életemnek. És ugye ez nyilvánvalóan utána jött ebből a testvér vissza, hogy rájöttem, hogy én okos is akarok lenni, és hogy van az, hogy a tesóm az okos, én meg az erős, és akkor... Nem, ez le van osztva, ez nem lehet egyszerre a kettőt. Végtelen hiszti volt, de alapvetőleg ez ilyen szempontból egy karakterépítő dolog volt. Kungfuztam is, nagyon fiatalon. Emlékszem, hogy úgy kungfuztam, hogy tényleg 7 vagy 8 éves lehettem. Még nem szabadott volna kungfuzni járni.
És meggyőztük az edzőt, hogy engedjenek kungfuzni járni, és úgy mentem, hogy egyszer valami rosszat ettem, és néztem anyám, hogy Gergő, zöld vagy. Itthon maradunk, és mondom, nem, megyünk, és akkor elvittek kungfura, ütöttem kettőt, és aztán végighánytam az egész izét, edzőtermet, és akkor hazavittek. De alapvetően ennyire szerettem. Ennyire szerettem. Tehát szerintem 40 különböző sportot űztem az életem során. Ez, wow. Ez nagyon idegen számomra, de nagyon-nagyon érdekes. Kapuéráztam, snowboardoztam, és versenyszerűen sieltem. Hegyet mászok, mondjuk az mind a mai napig. Szörf megy, gördeszka, görkoriztam nagyon sokat, rollereztem egy keveset. Mi volt még? Monociklizni tudok. Tudok egy kereken gurulni. Hell yeah! Ez elsajátítottam egy 2 hét alatt, és mind a mai napig van egy monociklim, de nem tudom, hogy miért. Ez a kapujára ez egy időszak volt, nem? Valahogy így felrémlett most, hogy nem tudom hány évvel ezelőtt valahogy akkor ilyen menő dolog. Igen, abszolút. Nem is tudom, biztos valami film volt. Biztos. Fogalmam nincs. Én valami fesztiválon emlékszem, hogy láttam kapujárezni embereket, művésztek vegyve, vagy valami ilyesmi. Igen. Az egy igazságtalan szar sport. Iszonyatosan jó, mindenkinek tudom ajánlani, de én nem vagyok, én nagyon-nagyon nem vagyok hajlékony. Uh-huh. És ez sajnos ez genetika, mert egyik szirmai se tudta, tehát én vagyok az első szirmai, aki eléri a földet a lába előtt. Kemény munka eredménye, az én apám, nagyapám, semmi. Akkor jóga sem a te... Jógázom, rendszeresen jógázom 3 éve, abszolút. Ja. És azért, mert hogy akarok még az unokáim után szaladgálni, uh-huh. Tehát hogy erre oda kell figyelni, de nagyon nem vagyok hajlékony, és ezért úgy űztem egy fél évig a kapuérát, hogy esélyem nem volt semmi. Mindenki így a nyakába tette, meg csak így, így egyenesen ki tudom nyújtani, az egy kemény eredmény. De legalább felírhattad a listára. Egy kicsit olyan vagy így a sportokban, mint aki ugye világutazó, és így kipipálgatja az országokat, meg a helyeket, hogy mindent csináltál majd. Abszolút, abszolút, abszolút. De hát tehát a pár dolg azért meghatározóbb volt. Az egyik a kosárlabda, mások a kungfu, azt nagyon szerettem, azt 5 évet kungfuztam. De hát a legfontosabb az örök szerelmem az a gördeszka, ami a Jackass miatt lett. Igen, mindjárt belemegyünk a Jackassbe, mert okay. az a leg mindfuckabb választásod szerintem, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy miért. Viszont ha már itt tartunk, hogy ez az Amerika szerelem, igen. akkor így a sportok mellett az is megvolt-e neked, hogy akarsz élni Amerikában? Nem vagyok benne tisztában, biztos vagyok benne, hogy voltál kint. Fél évet éltem kint. Tehát, hogy így hosszabb távon akarsz-e még, akartál-e volna többet, változott ez valahogy, és látom az arcodon. Nagy lelki fájdalmam. Én nagy lelki fájdalmam. Egyébként nem nagy, mert beteljesítettem azt is, mint mindent, amit akarok, de tehát, hogy én nagyon akartam egyetemre járni Amerikában, mert az összes filmben az volt, hogy És megint csak... Magyarországon elég máshogy néz ki az egyetem. Teljesen. És Amerikában megéltem az a fél év alatt a tipikus college life-ot. Művészeknek laktam a pincéjében, minden este valaki másnál lógtunk, ami semmit nem jelent, csak így együtt voltunk, csak valaki vagy szívott, valaki vagy sört hozott, valaki vagy Call of Duty, általában Call of Duty szó. És futottam rendőrök elől át a parkon, mert bejöttek a bulira, és volt nálunk keg, és az tilos, az illegális keget tartani otthon, és akkor futott mindenki át a kerítéseken. Minden ilyen tipikus college pillanat az megvolt, és azért fáj a lelkem, mert ez egy csodálatos fél év volt. És nekem nagyon hiányoznak az amerikaiak. Én nagyon-nagyon szeretem őket. Neked bejön ez a... tipikusan ilyen amerikai szia, és amúgy szeretlek, és amúgy meg nem beszélgetünk. Én 3 hónapot éltem kint, szóval nagyon sok tapasztalatom nincs, de hogy ezt azért alá tudom írni, hogy ez elég hasonló volt, hogy nagyon szeretjük egymást, de igazából semmit nem tudunk a másikról, ami igen. úgy fontos igazán. Ó, az abszolút. Nem, tehát, hogy amikor megint nagyon szórakoztató, az első nagy házi bulim, amiben meghívtak ezek a művész haverjaim, akikkel ott találkoztam, az egy hatalmas buli volt, több emeletes, stb. Mindenki rohangált össze-vissza, piros műzé, poharak, stb. Nyilván. És egy ponton túl leültek fent a
az egyik szobába körbeültek az emberek, és az az ötletük támadt, hogy most körbe megyünk, és mindenki mond mindenki másról valami kedveset. És én nekem ez felrobbant az agyam ettől, hogy ez nekik egy program, és végig csinálták, mindenki lelkesen ott ült, és arról is, akit nem ismert, mondott valami szépet. Fucking white! Ez annyira amerikai, hogy ez nekik egy buli szórakozás. Imádtam, és akkor én nyilván senkit nem ismertem, mindenkiről mondtam valami kedveset, ők is mondtak róla. És akkor aztán mindenki ment tovább. Ez imádnivalóak. De el tudnak mélyülni, de a társadalom, bárhol jártam, mind a mai napig, az általános interakciós sokkal kedvesebb és ember közelé. 10 éves Gergőke áll New Yorkban, anyám kivitt, megyek a Gördeszka Parkba, és beparkol mellém a legnagyobb afroamerikai nő, akit életemben valaha láttam. Egyszerűen egy uszály méretű hölgy megjelenik, túf, oda megy rám néz, oh, what's up little guy, és mondom neki, hogy megyek a Gördeszka Parkba, oh, that's nice, okay, you have fun now, take care now. Zöldre vált a lámpa, és elment. És én ott állok, majdnem elfelejtettem átmenni az úton, mert teljesen meg voltam szeppelve, hogy mi történt. És ez semmi, ők csak állnak és beszélgetnek egymással, hogyha ameddig zöldre nem vált a lámpa, ez csodálatos tulajdonságuk. Igen. Nekem én amikor New Yorkban voltam, azt hiszem, hogy egy napja voltunk ott, amikor átmentem egy zebrán, és elment mellettünk egy csávó, aki nagyon ismerős volt, és azt mondja, vissza, és azt mondom, baszki, szerintem ez a Porrad, és tényleg ő volt, és valaki fotóztat vele, én meg akkor idióta hülye voltam, hogy nem mentem oda hozzá, mert annyira nem is értettem, hogy ez hogy létezik egyáltalán, hogy itt van, és nagyon szeretem őt a mai napig, meg akkor is szerettem. Mindegy, ezt elcsisztem, nem baj. Nekem egyébként, és ez érdekel nagyon, hogy ha nyilván akkor te sok, mondjuk akkor már 10 évesen kim voltál, akkor nem egészen úgy nézett ez ki, hogy nagyon sok évig nézted ezeket a filmeket, és akkor kimentél, és tehát nem volt egy ilyen, akkor tényleg így nézek ki, vagy sem. Vagy van ilyen emléket, hogy mondjuk csalódtál, vagy azt mondtad, hogy baszki, ez tényleg ilyen? Nem, ez a fél év volt az, ami így aláírt. Tehát előtte ilyen egyszer, amikor 10 éves környékén voltam, tehát a Space Jam után nem sokkal, de valószínűleg az már nem akkor volt, mert már gördeszke volt a kezemben. Mindegy, szóval 10 pár évesen kimentünk, és akkor egy hetet voltunk New Yorkba, egy hetet Orlandóba. Uh-huh. New York az fantasztikus volt, imádtam, és azt kimentünk Orlandóba, nem tudom, hogy tudod, de Orlandó egy darab utca. Az egy darab hatalmas utca, aminek a két oldalán vízenparkok és víziparkok és egyéb ilyen dolgok vannak. Ez egy borzasztó város. De kimentünk, és ott víziparkoztunk, és akkor az a része is megvolt. Meg Disneylandbe voltunk. De nekem ez a fél év volt, amikor kiköltöztem ilyen 20-as éveim elején, kiköltöztem Amerikába egy fél évbe, akkor volt az, hogy így basszus, ez tényleg mind így van. De ezek tényleg abszolút mind ilyenek. Akkor volt az, már politikailag úgy kb. Ugye elkezdtem érdeklődni a világ iránt, és akkor ott is volt egy házibújban két csődemokrata, ilyen Midwestről jött amerikai focis, állt kint a teraszon, szívtak egy hatalmas blantot, és arról beszélgettek, hogy melyikük ismeri-e jobban George W. Bushnak az eredményeit. Mind a kettő demokrata volt, és mind a ketten gyűlölték, de ugye egymásnak akarták bebizonyítani, hogy az ő tudásuk az túlmutat a párt preferencián. És ott ezt így hallgattam, és azt mondtam, hogy atyaég, ilyen nincs. Hogy valaki, tehát hogy ilyen szintű az alap, amcsifocis, alap politikai műventség, hogy a részrehajlás ellen küzdenek, és a pontos információ birtokában döntenek. Szóval ez is nagyon inspirált. Rengeteg ilyen élményem van abból a fél évből. Minden napra emlékszem. Egy borzasztó gazdag és csodás utazás volt. És tervezel visszamenni? Már nem utazni, vagy utazni is akár? Évente egyszer azért elmegyek Amerikába. Uh-huh. Úgy hozza a sors, néha valaki szponzorál, néha csak úgy én megyek. De rendszeresen. San Francisco nagyon hiányzik. San Francisco a kedvenc városom, az egyszerűen csodás környék. Remek gördeszka helyek vannak. Vajon miért? Ugye? És akkor oda mindig szeretek visszamenni. Van bennem egy vágy, hogy Amerikában éljem le a középkoromat, meg esetleg amerikai családot nemzek erre a világra, de ezen nagyon sarkosan szembe megy a patriotizmusom. Tehát, hogy én egy, amikor ugye a barátaim egymás után elköltöztek itthonról, és akkor kérdezték, hogy Gergő tök jó beszélsz angolul, jó lett az érettség is, stb., miért nem mész ki egyetemre, és akkor pattogtam, hogy nekem, én annyira amerikai kultúrában éltem, hogy egy idő után egyre fontosabb lett a magyarságom, és ez alapján én szerintem én itt akarok élni.
mert hogy hát van Magyarországon munka bőven, ezt valakinek el kell végezni. És nem azt mondom, hogy aki elköltözik, az megfutamodik, vagy elmenekül, az hoz egy döntést, ami az ő élete szempontjából fontos. Én még kitartok amellett a gondolat mellett, hogy értékesebb a munkám, hogyha magyarul csinálom. Nagyon jó. Ja, de aztán lehet, hogy egyszer kiköltözök. Nagy vágyam, de nem lehet mindez egyszerre. Hát San Francisco élhetetlen. Tele van hippikkel, az borzasztó. Csodálatos város, de elviselhetetlen. De én szerintem arra gondolnánk, hogy én Chicago mellett jártam az egyetemre, és az egy nagyon-nagyon szép környék. Fucking semmi nincs, csak búza, hatalmas, kietlen világ. Ugye ott tök jó el tudnék lenni. Ja, úgyhogy, igen. Ez a kettőség, ez a magyar-amerikai kettőség, ez megmaradt bennem. Szóval Jackass. Igen. Jackass. Na, Jackass az a következő lépés. Kialakult ez az amerikai gergőke, és akkor gimnáziumban, meg már én tehát ott egy nagyon-nagyon problémás gyerek voltam. Nagyon borzasztó, egy példátlan seggfej voltam. Mert nincs jobb szó rá, elnézést kérek, ki lehet sípolni, egy példátlan seggfej voltam. És ennek különböző okai voltak. Egyrészt a szüleim elváltak, és nagyon-nagyon rosszul viseltem. Apám abszolút akkoriban nem nagyon foglalkozott velem, ez azóta se változott, tehát hogy ő alapvetőleg így kilépett ebből a családi körből. És ezt akkor még nem tudtam hova tenni. Tehát azért kell egy felnőtt fej arra, hogy felnőttként kezelje a szüleit is. Én akkor még gyerek voltam, és akkor máshogy tekintettem erre a szituációra. És akkor megtörtént ez a válás, nagyon hisztériáztam össze-vissza. Mellette jöttek a hormonok, ami arcon vágott. Szóval én a legkisebb gyerek voltam az osztályban, általános iskolában, és aztán történt egy darab nyár, és mint minden meglepő módon anyai ágon mindegyik férfi családtagom ezt csinálta. Kis pöttem, és egy nyár alatt így kinőtt, tehát ugye a hátamra kellett vigyázni, mert olyan gyorsan nőttem, hogy nem tudott léptést tartani a izomzatom. Nagyon vicces volt. Szóval akkor megtaláltak a hormonok, beütött ez a válás dolog, és hát nagyon nehezen találtam meg a közösségemet gimnáziumban. És akkor ez a hármas, ez ilyen nagy, turbulens haragot és gyűlöletet, toporzékolást és kínszenvedést eredményezett. Hát tínédzser, most hát mit kell csinálni, szóval ezek tudnak ilyenek lenni. De én egy különlegesen problémás fiatal tini voltam. És akkor erre jött a Jackass, ami micsoda, egy rakás srác összejön, egymást szivatják, vagy csak magukat szivatják, különböző fizikai megmérettetésekkel, és ebben meglátják az örömet, és az outletet, és a hülyéskedést, és ez nekem borzasztóan imponált. Mert itt volt egy ilyen sorozat, ami iszonyatosan pörgős volt, nagyon agresszív volt, fizikai volt, mindig csattant valaki, mindig kakiba került valaki, mindig szenvedett valami, mert az egyikben a combjára ráharapt egy kókuszrákot, tudod, az, ami akkora ollói vannak, hogy a kókuszt össze tudja törni. Jézus. Azt rányomták a combjukra. Nagy, minden agresszív volt, és fájdalmas volt, és kemény volt, és ez egy remek outlet egy tínédzser fiúnak. Tehát nagyon sokszor akkoriban is azt mondták, hogy a Jackass az milyen primitív és borzasztó, és tényleg primitív volt, de nem volt borzasztó. Egy nagyon-nagyon pozitív hangvételű energia levezetés volt. Aha. Azok az emberek a sorozatban, nem kell megnézni nektek se, de aki látta, azt tudja, miről beszélek, azok az emberek a sorozatban imádták egymást. Szóval ott volt 8-9 fiú, akik folyamatosan szivatták egymást, meg veszélyes helyzetekbe kergették egymást, de nagyon jó barátok voltak. És mindig támogatták egymást, és kacagtak. És én valami ilyesmit kerestem magamnak, úgyhogy ezt a műsort másolva találtam barátokat, akikkel loptunk bevásárlókocsit, és lögdöstük egymást a bokorba. Ha problémás tínédzser fiúd van, mutass neki egy szezon Jackass-t, és aztán küld ki egy bevásárló kocsival a parkolóba. Garantáltan össze-vissza fogja törni magát, majd nagyon csöndes és nyugodt lesz. Nekem ez lett. Ja, hogy elég volt, tehát hogy nem kellett mindent lemásolni, amit láttam benne, csak valamelyiket így kicsit.
Kellett átadni. Már második, ugye a Jackassben rengeteget gördeszkáztak. Uh-huh. És akkor én is elkezdtem gördeszkázni. És ez azért választottam a Jackass specifikusan. Mert amellett, hogy egy outletet adott a túltengő energiáimnak, a gördeszkázás behozta az életembe, és ami olyan meghatározó, hogy én ide erre a forgatásra 2 óra gördeszkázás után érkeztem. 35 évesen nem nagyon szokás már gördeszkázni, viszont tehát, hogy nekem egyszerűen a legfontosabb dolog ezen a világon. Nyilván most már nem vagyok annyira robbanékony, meg nem vállalok be olyan hatalmas lépcsőket, de egy legértékesebb dolog az életemben a gördeszkázás lett. És ezt a Jackass hozta be. Úgyhogy javarészt ez. Tehát a Jackass-en keresztül ismerte meg a gördeszkázást, ami jobban tudott engem oktatni, mint bármelyik tanárom vagy szülőm. Tehát még az anyám teljesen ki volt borul, hogy mit csinálnak ezzel az őrjöngő idiótával. Itt van, megnőtt 50 centit, tehát most már nagy, és izmos, és büdös, mint az őrület, mert a tinédzser fiúknak a szaga elviselhetetlen, és folyamatosan kiabál, és sértődött, és rosszul bánik mindenkivel, mit csinálják. Vettek nekem egy gördeszket, elkezdett elmúlni a probléma. Gördeszkázás az első sorban arra tanítja meg az embert, hogy nem kap semmit ingyen. Gördeszkázni kurva nehéz. Nem olyan, mint foci, hogy beállsz, és egy csapatként néha rúgtok 1-2 gólt. Lemész gördeszkázni, és ameddig nem tanulsz meg ugratni, addig minden fáj, minden szomorú, elkeserítő, nem megy, és aztán, hogyha beteszed az energiát, akkor megjön a sikerélmény. És erre tanított meg elsősorban, hogy újra kell próbálni, és újra, és tűrni kell, és masszírozni kell, és balzsamozni kell, és az összes sebet le kell takarni, és újra kimenni, és akkor egy idő után sikerülni fog. És akkor ide be tudtam tolni az összes energiáimat, és lenyugodtam, mint gyerek, és onnantól kezdve voltam kezelhető. Aztán. Szóval meggyógyított téged a Jackass. Abszolút. Nyilvánvalóan volt benne, tehát az, hogy a Jackass az nagyon népszerű volt, és akkor azokon keresztül találtam barátokat, akikkel tudtunk már mit csinálni. De az behozta a gördeszkát, ami behozta a vizuális kultúrát az életembe. Behozta az informatikát az életembe. A Jackass nyomán ismertem meg Tony Hawkot, aki kiadott egy játékot, amit úgy hívtak, hogy Tony Hawk Pro Skater 2. Ezt azt mondtam, hogy nekem ez kell. Elkértem anyámtól, és ismét zenei kultúrát, öltözködést, vizuális kultúrát, filmes kultúrát, rengeteg mindent adott nekem. Imádom, hogy mennyi kultúrát adott neked. Igen. Egy reality, ami arról szól, hogy esnek kellnek a srácok egymással. Ez hülyeségeket csinálni. De tényleg esküszöm, hogy értem, amit mondasz, igen. Most már így. Meg nyilván, hogy mondjam, ez az időszak tényleg egy ember életében, az nagyon meghatározó, és igen. Nagyon sok minden változik olyankor, nagyon sok minden eldől kvázi, csak az, hogy milyen irányba indul, vagy hogy sikerül ezt lekezelni. Nekem is volt gördeszkám egyébként. Hell de, yeah. De nagyon béna voltam, és nem is voltak ilyen ambícióim igazából. Igen. Féltem az eséstől, úgyhogy nem az én műsorom volt ez a Jackass. Én most így több mindent így kihallottam abból, amit mondtál, de meg tudsz-e fogalmazni nekem 3 érzést, ami ezt juttatja eszedbe? Amit? Hát amit a Jackass iránt érzel, vagy amit a Jackass adott neked, vagy amit az egész időszak, ahogy történt. Ez az, amit ez egy nagyon veszélyes kérdés, és nem hiszem, hogy kielégítő választ tudok adni. Én híresen és kitartóan katasztrofális vagyok az érzelmei megfogalmazásában. Mm-hmm. Erre a terapeutám jött rá először, ami képzeljétek el, kaptam tőle egy listát érzelmekről. Ezt az érzelmi vigat van egy ilyen... Nem, én egy hosszú listát kaptam, hogyha valahol megakadok, akkor nézzem át a listát, és találjam meg. Tehát én ilyen szempontból egy nagyon tradicionális... Ez a legtöbb embernek nehéz ám. Szóval van, nagyon szűk hogy hívják, a szótárunk érzelmek terén. Igen. De azért akarom kihúzni belőle. Igen. Mert egy csomó mindent megfogalmaztál igazából, csak szeretném, ha most ezt így felcímkézni. Rendben, igyekezni fogok. Azt mondja, hogy tehát ugye a Jackass meg a gördeszka, szabadság az az első. Ez egy nagyon erős önkifejezés. Ezek egyik se érzelem. Arra figyelsz egyébként. Nem, egyik se érzelem, de ezért vagyok hiperverbális. Szabadságérzés, én azt beírom? Igen, előbb-utóbb oda jutunk. Szóval van egy szabadságérzés benne, ahol az ember kiérheti a kompetenciáit, ahol tanulhat, azt csinál, amit akar. Uh-huh. Senki soha a büdös életben nem várja el tőlem, hogy ugrassam át azt a csatornafedelet,
én magam döntök úgy, hogy át akarom, én magam megtanulom átugrani, és én nekem sikerül. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos ilyen karakterépítő dolog. Van egyfajta bajtársiasság, ezt szintén nem érzelem, de ez valami, ami gyerekként nagyon meghatározott. Hogyan viszonyuljak a barátaimhoz, mint férfi? Uh-huh. Jackassben ott volt 8-9 srác, akik folyamatosan alázták egymást, vicceltek, és végén mindenki ölelkezett. Uh-huh. Tehát volt benne egyfajta férfi szeretet, ami a 2000-es években még nem annyira előre haladott állapotban lévő ugye mentális ismertség miatt, csak így ennyibe torkolott, hogy becsapták egymást, meg elgáncsolták egymást, és végén elkezdtek. Tehát ez egy ilyen férfi szeretet volt, ami ilyen nagyon fizikális, és ilyen viszont nagyon-nagyon stabil. Uh-huh. Mit adott még nekem? Önuralom a legfontosabb talán. Önmegtartóztatás. Uh-huh. Ugye az impulzivitást, ezt a fajta ilyen energiaáramlatot az ember a kung fu keresztül nagyon próbáltam megtanulni, és sose sikerült. Nem tudtam meditálni soha, lenyugodni soha. És ez a fajta gördeszkás világ tanított meg arra, hogy figyelj, a következő dolog az lesz, hogy megtanultam olézni, felmentem akkor még kezdeti internetre, hogy ki hogyan tanuljak meg kickflippezni, és minden azt így, egy-két hónap alatt sikerül. Én ettől teljesen kiborultam. Mi a fasz? Holnap akarok! Gyerünk! Hát megyünk! És ezt tanított meg arra egy visszafogott állapot, hogy nem, öreg. Ez most egy hónapig ezt fogjuk csinálni. Uh-huh. És ez megint csak egy fiatal férfinek ez a legfontosabb dolog megtanulni. Uh-huh. Egy idős férfinek a legfontosabb megtanulni, az energiáit megfelelő helyzetben kezelni, és konzisztenciát tartani, és önmegtartóztatást tartani. Uh-huh. És ezek is, ez se érzelem, de hogy ez az, ami eszembe jut, ami nagyon-nagyon fontos volt. Ja. Tök jó. Ezen a ponton már nem is szemben, hogy mit kérdeztem, mert tök jó érdekes dolgokat mondtál. Most még az érdekel, hogy én most így próbáltam, én nekem amúgy 3 srác volt meg a Jackass, mert én azt hittem, hogy a Johnny Knoxville, meg a igen. Spike Jonze. Igen. A harmadik, Spike nem Jones, meg... Nevér, nem, volt a harmadik legfontosabb az a Bam Margera. A fő Johnny Knoxville, a Steve-O és a Bam Margera voltak a legfontosabb szereplők, mert ők volt a Ryan Dunn, aki azóta megdöglött szegény gyerek. Ez nem vicces, bele felkanyarodott egy fára. Csak azért mondom, hogy megdöglött, mert pontosan olyan halált halt, amilyen életet élt, teljesen berúgva felcsavarodott egy fára a Ferrari-jával. Szóval ők voltak így a nagy szereplők, és a Spike Jonze volt mellette, aki rendezte ezt az egészet. Ja, hogy ő rendezte, ha igen. Mert a Johnny Knoxville-en néztem meg néhány videót, nagyon kíváncsi voltam, hogy hol vannak most ezek a férfiak, és mi történt velük az életben, de ő az egyetlen, akinek így kicsit utána néztem. Egyrészt felháborítóan jól öregedett meg. Tehát, nagyon jól öregedett meg. És hogy áll neki az ősz? De nagyon jól áll neki. És pont egy olyan videót néztem, amiben mondta, hogy hogy nagyon sokáig festette a haját, így a 20 nem tudom hány éves korától kezdve, és hogy most meg így imprészelte a Covid alatt, hogy hát ő ilyen őszhajú, és felháborítom, milyen jól néz ki. Annyira jól néz ki. A Steve-O a legnagyobb narkós, a világra szóló narkós, ő pedig kijózanodott, és YouTube csatornája van, kövessétek, ő csodálatos, boldogságban él, nyugodtságban él, és az a legfurcsább, hogy ő él. Ő felgyújtotta magát, és leszaltózott épületekről, meg ilyenek, iszonyatosan kezelhetetlen ember volt, és meg megfordította az életét. Nagyon durva. Inspiráló. És hogy van több, tehát azután, ha jól vettem ki, akkor 2000-2001-ben volt így maga az első Jackass sorozat, de hogy utána egy csomó minden történt még. A Jackass Forever az 22-ben igen. jött ki. Hogy így mennyire tartod a lépést ezzel, hogy akkor ezek szerint még mindig ott vagy a srácokkal. Nem. Most már átértékelődött ez az egész dolga. Ahogy mondtam, a Jackass-en keresztül tanultam nagyon fiatal, hogyan barátkozik az ember más férfiakkal. És ez alapján úgy tekintek rájuk, mint régi barátok. Tehát, hogy azért is mondtam, hogy a Steve-O csatornáját nézem, nem figyelem, mert ez a fajta energia azért már, hála Istennek, de nem szükséges az életemben. Viszont nagyon örülök neki, hogyha jól vannak. Tehát Ryan Dunt, azt meggyászoltam, ő egy
egy szerencsétlen gyerek volt, akinek nem segítettek időben leszokni a drogokról. Mind a mai napig követem a Bam Margera-nak az Instagramját, egyszer elszökött az erdőbe egy hónapig, és senki nem tudta, hogy hol van. Szóval ő még a drogaddikció mélyén van, akkor ő érte még szurkunk. A Johnny Knoxville-nek a filmes karrierét követtem, és nagyon örültem neki, pedig nem egy nagyon jó színész. És így tovább, és így tovább. Tehát, mint régi barátok, azért figyelem őket, és szurkolok nekik. Alapvetőleg ennyi maradt meg. Tehát most már azért, hála Istennek, én szociálisan is meghaladtam ezt a fajta baráti koncepciót. Sőt, néha találkozom ilyenekkel, régi spanokkal, akik még mindig, ez biztos neked is ismerős, hogy volt, tehát ilyen fiatalon az nagyon menő, hogy akkor folyamatosan oltjátok egymást. Felnőttként meg így, hogyha találkozunk, akkor szeretünk megkérdezni, hogy vagy, hogy megy neked az élet, meg stb. És amikor találkozok olyan emberekkel, akik megragadtak ebbe a gimnazista szinten, és még mindig mi van kopaszkám, hogy vagy, akkor itt ülök, és így, atyaik, de nincs erre erőm. Erre abszolút semmi szükségem nincsen. Szóval meghaladtam már ezt, hála Istennek, de ilyen szempontból szép emlékként megmarad. Értem. Tehát akkor egy megbocsátó vagy. Nem vársz semmit ezektől az új dolgoktól, hogy amit mondjuk így csinálnak, vagy valami. Nem. Szerezzék meg a pénzüket. Tehát, hogy Steve-nak jó megy a csatornája, helye. Kijött a Jackass, nagyon sikeres lett a film. Helye. Mindenki kapja a pénzét. Húzzák le a 20. Lowbert. Annyi mindent adtak ezzel a műsorral. Annyira fontos utokon indítottak el, hogy a világ végéig szeretném, hogy pénzt keressenek belőle. Ennyi. Tolókocsival lögdössék egymást, teljes mértékben ott leszek, és megveszem a jegyet. Wow. Ja. Oké, okay. Ez nagyon jó. Egy utolsó kérdésem van még, hogy te két olyan dolgot választottál, ami ezek szerint tényleg is tök köszi, hogy elmondtad, hogy mennyire meghatározza ténylegesen a te személyiségedet a mai napig, mert hogy innen indultál valahogy, vagy két olyan időszakban volt az életedben, amikor ez kitart, és kész. Ez azt is jelenti, hogy azt gondolod, hogy nem lesz már olyan film sorozat, ami ezeket felül tudja múlni, akár azzal, hogy úgy szólít meg, olyan érzést ad neked, bármi ilyesmi. Ez annyira jó kérdés, mert ugye volt egy Space Jam az inkább gyerekkori, a Jackass az inkább tínédzserkori. És akkor ezzel teljesen jól mondod, hogy valószínűleg lehet találni valamit, ami meg a már a felnőtt koromat indította ilyen szempontból el, de az nekem már az irodalom. Uh-huh. Az nekem már az irodalom, az nekem már Hemingway, Kerouac, és főleg Hunter S. Thompson. Uh-huh. Az kicsit eltelt az irodalomba, nem tudom, hogy miért. De nem gondolom, hogy nem lesz még egy olyan dolog, ami ennyire megfog. Viszont ami ennyire meghatároz, az már nem, mert most már felnőtt vagyok. Most már nem mész akkora utakat, nem? Mint akkor. Lelkileg nem. Úgy, persze. Igen, lelkileg nem. Tehát adja a jó Isten, hogy soha se kerüljek annyira érzékeny állapotba, mint tinédzser fiúként. Annyira kilátástalan, annyira zavart és úttalan állapotban. Remélem, hogy nem. Tehát, hogy ezek logikusan, ezek szépen lassan vissza, tehát szépen lassan csökken az intenzitásuk. Mert tudnék most valamit mondani, például amikor az apámmal való kapcsolatom helyére került, az például a Tim Burton-től a Big Fish című film. És akkor mondhatnánk azt, hogy ez is olyan életem filmje. Nem. Ez egy aspektus, valami, amire így rábólítottam, hogy ja, hogy ez. Oké, és akkor lehetne még sok ilyen pontot mondani, józanságom kezdete, biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan dolgban, ami reflektál a romantikus életemre, amin keresztül fejlődök, mint partner, de ezek már nem olyan dolgok, amire azt mondom, hogy itt fordult valami, itt behúztuk a kéziféket, és kifaroltunk, mint a Fast and Furious-ben. Talán felnőtt korom, és ez nevetsz, de felnőtt korom meghatározó filmje, az a Twilight. Majdnem ezt mondtam, hogy gyerekek, hogyha Twilight nincs, akkor én nem vagyok itt. És soha nem láttam a Twilight-ot. Egyiket se? Nem. Az elsőt megpróbáltam megnézni, és nem ment. Pedig akkoriban, tehát nem is, még csak nem is az, hogy utólag. Igen.
annyira szerencsés ezt, vagy. Röviden itt elmondod, hogy mi történt. Nem, az lényegtelen, katasztrofa, kriminális, egy slow motion, 20 áldozatos autószerencsétlenség. Tehát egy vonat, egy árvákat szállító buszba belecsapódik egy öregek otthonából szalajtott vonat, és felrobban, és az egész szétziláló, egy egészen unikális, csodás katasztrofa. De ez indította el a youtuber karrieremet. Tehát, hogy ilyen szempontból mondhattam volna ezt is, de ez túlságosan egyértelmű, és kifejezetten unalmas. Érzelmileg nem kapcsolódok a Twilight iránt. Ezt lehet, hogy már kivágom a videót. Oké. Wow, oké, köszönöm. Igazából teljesen mindent megmagyaráztál. Tehát, hogy jaj, de jó. Arra számítottam, hogy idehívom a Szirmai Gergőt, és hogy biztos mond valami ilyen tökéletes film. Valamit, ami érzelmileg is, meg úgy kritikai szemmel is, meg, bár direkt megkértek rá, hogy ne így válasz, igen. És amúgy valószínűleg nem is akartál volna, de hogy csodálatos. Jaj, de örülök. Igen, az kicsit abszakt lett volna, és halálosan unalmas, hogyha azt mondom, hogy jaj, igen, a finom érzékenysége az Annie Hall-nak, az valós emberi kapcsolatok, hogy jön ki a faszt érdekel. Ja. Na, remélem, hogy érdekes volt. Nagyon. Nekem nagyon, úgyhogy remélem, hogy nektek is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és amúgy ez maradt, igen. Hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok! Szervusztok!